Szerdai három téma című műsorunk vendége Virányi István, a közüzemi Kft. Főmérnöke volt, aki a városban folyó ivóvíz minőségjavító beruházásról adott tájékoztatást. A szakember arra kérdésre, hogy a lakosság mit fog észrevenni a beruházás kapcsán, úgy válaszolt, magában a konkrét ivóvíz szolgáltatásban jelentős változásra nem kell számítani. Azonban a 2 milliárdos beruházás amortizációs költségei, illetve az üzemeltetési díjak beépülnek majd a víz árába, ami előreláthatólag 10% körüli emelkedést jelent, mondta a főmérnök. Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. Vezetője ezzel kapcsolatban csütörtökön úgy reagált, az árakat már több mint 2 éve nem az önkormányzat, hanem az állam határozza meg, az amortizáció pedig csak a saját beruházásokra vonatkozik, ezért ez nem fog jelentkezni az árban. Ez a bizonyos ivóvíz minőségjavító program majd 2 milliárdos beruházási összege nem képez költségelemet, és ez fontos, nem képez költségelemet, azaz nem épül be a díjba, a díjban csak azok a költségek szerepelnek, ami a tényleges működési és üzemelési költséggel kapcsolatosak, semmi mással. Az pedig, hogy a működésnek valamennyi többletköltsége lesz, egyébként ez minimális, tehát az egész rendszerben nem jelentős. Az eddigi 2 év is mutatta, hogy ilyen rendszerű és ilyen nagyságú megtakarításot kell eszközölni a rendszerben, hiszen egy esősebb időszak, vagy bármilyen egy kevésbé jó nyár költségben ugyanennyit jelent. Tehát ez pluszba, minuszba a közel 1,2 milliárdos víz-szennyvíz bevétel vonatkozásában egyszerűen nem jelent se nehézséget, se jelentősebb hozzányúlási okot. A Daróczi László által elmondottak alapján tehát úgy tűnik, jövő tavasszal Gyulán nem lesz vízdíjemelés. Ez nekem egyébként meggyőződésem. Mondom, az eddigi MEHES és minisztériumi információkérések is erre utalnak. Maga az ivóvíz beruházás, önmagában a beruházás díjemelést én vélemény szerint nem fog jelenteni, nem fog megjelenni. Én úgy gondolom, ez a kormányzati céllal egyébként így vág egyben. Az ivóvíz minőségjavító beruházás állásáról természetesen a jövőben is folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket.